Ha felveszek egy új értékesítőt, mennyi ideig képezzem, mennyire hát foglalkozzak vele, meddig babusgassam, amíg önjáróvá válik, vagy egyáltalán, hogyha nem tud eredményt hozni, akkor meddig foglalkozom vele, és utána rúgjam akár ki, vagy küldjem el. Szóval ez a mai kérdés, mert ez egy nagyon-nagyon nagy probléma lehet, sok költséggel, energiával jár. Úgyhogy beszéljünk ma erről. Üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában, és ma ez nagyon fontos dolog, akár egy új vállalkozás indítása. Szóval üdvözöllek, Laci, bemutatom Andor Lászlót, az értékesítés szakértőjét. Szervusz István, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Köszönöm az idődet, és térjünk rá erre a kérdésre. Még egyszer hadd fogalmazom egy picit a helyzetet, hogy mondjuk felveszek egy új értékesítőt, akinek nagyon jó a referenciája, tehát magyarul az előző cégnél, akár a saját iparágunkban is jól teljesített, és azt mondom, hogy fölvettem, mint egy ilyen motort, berakok a helyére, és akkor az megy magától, nem is kell vele foglalkozni, vagy kell vele foglalkoznom, kell képeznem, vagy a másik oldal az, amikor egy teljes amatőrt veszek föl, vagy nem az, hogy teljes amatőr, de még nem olyan jó referenciával rendelkezőt, azt képeznem kell a termékemre, a szolgáltatásomra külön képezni kell, esetleg értékesítésbe is képezni kell, mert rosszul bántak vele az előzőjén, és nem tudja, hogy hogyan kell. Tehát meddig foglalkozzak vele, meddig van a betanulás és a képzés időszaka, vagy mikor van az, amikor azt mondjam, hogy oké, okay, ez ember nem éri meg, el kell engedni. Hát egyrészt mindenképpen a pozícióba helyezéssel egy bármilyen tevékenységet végző, bármilyen szakmájú kollégánál, új kollégánál ugye törődni kell. Tehát ez nem kérdés, hogy körbevezetem a cégben, bemutatkozom, vagy bemutatom neki a kapcsolódó területeket, kollégákat, és a többi, és a többi. És ezek alapján ugye az értékesítőnél sincsen másképpen. Nagyon lényeges az, hogy egyre ritkábban, de találkozunk még mindig azzal sajnos, hogy az értékesítő a sarokba kap egy asztalt, és a többi kolléga csak azt veszi észre, hogy egyel többen lettünk, és sem az értékesítő nem tudja, hogy kicsoda, mivel foglalkozik, és egyáltalán kinek mi a szerepe a cégben, a másik pedig, hogy a kollégák sem tudják az értékesítőről, hogy kicsoda, miért van ott, és hogy egyáltalán mi közük lesz hozzá. Nagyon lényeges az, hogy a pozícióba helyezést a felelős vezető, sok esetben a cégvezető személyesen meg kell, hogy tegye, és hogyha abból indulunk ki, hogy ez a kolléga, ez sok esetben a cég arca, illetve a forgalom, az új vevők, a profitnak a megteremtője, akkor mindenképpen megérdemel annyit, sőt, fontos, hogy ne csak kötelességből, hanem érdemből is elvigyük őt a cégbe, bemutassuk a megfelelő kollégáknak, illetve a folyamatokra megtanítsuk. Ez azt jelenti, hogy az értékesítését, az értékesítési tudását, azt legelőször fel kell térképezni, meg kell nézni azt, hogy milyen arányban kompatibilis a mi értékesítési elképzeléseinkkel, módszereinkkel. Tehát még hogyha hasonló szakterületről, hasonló termékkörről, hasonló piacról érkezik, akkor is előfordulhat, hogy teljesen más szemlélet alapján végezték az értékesítést. Ez egy nagyon gyakori probléma és történés, hogy jött egy értékesítő, és hát úristen, nem is gondoltam, hogy ilyen csináltátok a korábbi cégeteknél, és nálunk ez nem így működik. Csak ez, hogyha nem fél évvel, egy évvel később a belépést követően derül ki sokadik ügyfél panaszra, hanem az első pillanatban, az ugye jóval szerencsésebb, valljuk be őszintén, emiatt is természetesen foglalkozni kell az új kollégával. Ha felmértük azt, hogy amit ő értékesít, amit nálunk csinálna, az mennyire kompatibilis a mi módszereinkkel, illetve mennyire eredményes szerintünk, akkor ezek alapján már egyértelműen látszani fog, hogy kell-e a fejlesztésével foglalkozni, ez a pozícióba helyezéshez értékesítési szempontból, akár egy azonnali külsős tréninget, akár egy belső képzést kell, hogy jelentsen, vagy pedig minden szerencsés, minden jó úgy, ahogy van, és hogyha a termékkörünket, a terméklistánkat, meg a cég specialitásait, meg az árakat megtanulta, akkor akár indulhat is a piacra. Uh-huh. Egy kérdés ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott egyből, hogy tehát
abból azt vettem ki, amit most elmondtál, hogy nem csak nekem kell beszélni, mint értékesítési vezetőnek, tulajdonosnak, aki betanítja, megtanítja az értékesítőt, hanem őt is meg kell figyelnem. Tehát valószínűleg azt is, ahogy, ha jól értem, azt is meg kell tenni, hogy miután fel van valamelyest készítve a termék, szolgáltatás egyéb értékesítéséből, a cég kultúrájából, folyamatából, utána le kell ülnöm mellé, és meg kell figyelnem, hogy hogyan értékesít. Tehát magyarul nem csak annyi, hogy kiadom az utasításokat, információt, kapsz egy pár anyagot, egyebek, hanem nekem is kell figyelnem, akár kimenni esetleg vele egy-két tárgyalásra. Tehát így érted, hogy kell tudni, hogy hogyan működik? Persze, mindenképpen. Tehát nem csak a belső mesterséges környezetben, a betanulás során, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy külsős, éles helyzetben hogyan viselkedik. Tehát lényeges az, hogy mint a gyerekeknél lehet, hogy otthon jól el tudja mondani az anyagot és a versenyverset, de meg kell nézni azt is, hogy órán a tanárnál, vagy egy versenyen, akár a nagy közönség előtt, vagy a fellépésen, hogy produkál, és lehet, hogy ezzel kapcsolatban is kell fejleszteni, képezni. Mondom még egyszer, nagyon lényeges az, hogy az értékesítő az a cég arca. Tehát sok esetben közép-nagy vállalatoknál mindenképpen, de akár kis cégeknél is a partnerek, az ügyfelek nem az ügyvezetőt ismerik arcról, nem a kereskedelmi igazgatót fogják név szerint tudni, hogy kicsoda, hanem az értékesítőt, akivel napi kapcsolatuk van. Most, hogyha ez így van, hogyha ő képviseli az én cégemet, akkor az a legkevesebb, hogy megpróbálom a lehető legjobb formába hozni, vagy hozatni, és ezt kontrollálom. Tehát nem csak rendelünk egy inget, és akkor az első alkalommal, amikor megyünk egy tárgyalásra, vagy pláne egy konferenciára előadni, akkor reggel fölkapjuk, és akkor bele se nézünk a tükörbe, hanem megyünk, és akkor abban megjelenünk, hanem azt erősen kontrollálni fogjuk. Tehát fölpróbáljuk többször, ha kell, akkor igazítunk rajta, újra kivasaltatjuk, és még megigazítatjuk magunkon 5-10-szer, mielőtt eljutunk oda, hogy kilépünk a nagy közönség elé. Egy embernél, egy értékesítőnél talán nem kérdés az, hogy ezt ugyanígy kell csinálni. Ez biztos, hogy így van, tehát én tapasztaltam tréningeken, kommunikáció, mondom, tárgyalás területén, hogy elméletben mindent el tudott mondani az ügyvezető, a cégvezető, akivel ezt a tréninget végeztük, egy csoportos tréning volt a Mastermindban, és amikor lepróbáltuk, azt mondta, ja István, tudom, hát itt most elrontottam, és így tudja, hogy miért rosszul csinált, de jól csinált, nem tudta, csak gyakorlás után. Így van, hogy te mondod, hogy egyszerűen muszáj gyakorolni és ott lenni vele élőben, és szerintem ez, amit nagyon sokan elhanyagolnak, tehát lehet, hogy a pozícióba helyezés, ahogy te mondtad, megtörténik jó részt, meg látszatilag, de tényleg kimenni, és vagy odaülni, meg amikor telefonál, és a telefonálásoknál segíteni, utána korrigálni egy kicsit, esetleg belekérdezni, hogy miért így, vagy miért úgy cselekedett, miért így kérdezett, miért nem kérdezett, például, ha nem kérdez, ez egy nagyon-nagyon fontos. Szóval azt látom, hogy fölvenni egy értékesítőt, az nagyobb felelősség és feladat, mint a legtöbb üzvezető azt gondolja. Ez egy nagyon nagy feladat. Oké. Okay. Egy értékesítési munkakör az teljesen természetes, hogy akkor ügyfélkezelést, kommunikációt, tárgyalástechnikát és egyéb készségeket igényel. De akkor kérdezzük meg magunktól, hogy cégvezetőként ugyanezekre a készségekre nincs-e szükségünk. Hogy? Nem fontos-e az, hogy minden egyes nap képben legyünk a legújabb tárgyalás technikai módszereket illetően. Magyarországon nagy divat az, hogy belevágunk például a kínos témákba, aztán utána visszakozunk. De nem tudjuk megállni, hogy ne beszéljünk például politikáról, majd utána akkor tanultam azt ezelőtt 30 évvel, hogy politikáról, sportról, vallásról, ilyen megosztó témákról nem szabad beszélni, és akkor már is egy nagy törés van ebben a kommunikációban, mert lehet, hogy már az kiderült, hogy akkor én most példa szerint a politikában melyik oldalon állok, és hogyha a másik fél ezt felméri, felismeri, és esetleg ő meg szemközti oldalon áll, akkor már is vége annak az első jó benyomásnak, aminek a fontosságát mindenki ismeri, és nem térhet hozzá később. Tehát a lényeg az, hogy egy vezető, és minden vezető tegye fel a kezét, ugye mi nem látjuk, de saját magának tegye fel a kezét, hogy mikor tanult utoljára tárgyalás technikát. Egyáltalán olyan iskolába járt-e, ahol ilyet tanítottak neki. És itt most nem a
az elméleti kommunikációról, meg a hangképzésről beszélek, mert valljuk be őszintén, hogy a legtöbb nagy szónok, a legtöbb tréner, a legtöbb jó meggyőzéssel rendelkező értékesítő nem feltétlenül szépirodalmi készségekkel és előadó művészeti készségekkel rendelkezik. De nem is kell, hogy tökéletesen kommunikáljon, sokkal fontosabb lesz az, hogy egy bizonyos szintet persze üssön meg, de tartalmilag, illetve szerkezetileg és hatás szempontjából jól kommunikáljon. A legtöbb cégvezető soha nem tanult tárgyalás technikát, soha nem tanult értékesítést. És hogyha ezek után is azt mondja, hogy oké, de nem is érdekel, mert ez nem az én területem, vagy nem az én témám, nem az én feladatom, akkor óriási tévedésben van, mert minden egyes pillanatban eladunk, például a vezető a feladatokat, vagy azt, hogy figyelj Péter, húzzál bele, bízom benne, tehát magát a jövőképet, a buzdítást, azt el kell, hogy adja annak az adott beosztottjának. És egyébként a nehézségek, a 2021-es év nehézségei ellenére az éves tervet, és azt, hogy képesek leszünk akár növekedni, vagy a nehézségek a lehúzó energiák ellenére stagnálni, és hozni a tavalyi, vagy a tavaly előtti forgalmat, ezeket mind-mind értékesíteni kell. Néha, ha csak stratégiai kérdésekben és ügyfelekkel, de akkor is fog tárgyalni. Arról is szó van, hogy egy meetinget hogy tart meg, vagy hogy áll ki egy évindító, vagy egy évértékelő beszédre. De sokkal fontosabb annál, hogy amikor négy szem közt beszél a kollégáival, akkor tárgyalás technikailag mennyire meggyőző. Vagy egy stratégiai ügyfélnél, ahol nem néhány százezres vagy milliós, hanem több tízmilliós vagy százmilliós nagyságrendű hosszú távú keretszerződés, stratégiai együttműködés a tétel, és ebben a kérdésben sokszor azt tapasztaljuk, hogy a cégvezető a leggyengébb láncszem. Miért? Azért, mert nem tartja fontosnak, vagy nem ismerte föl eddig, hát most akkor ezt a föloldozást ugye elvonjuk tőlük, és igenis mindenkitől azt kérem, mindenkinek azt javaslom, hogy képezze magát kommunikációba, képezze magát értékesítésben, és főleg képezze magát tárgyalás technikában. Igen, hát ezt teljesen aláírom, és egy példát hadd mondjak, ami számomra megjelent a Mastermindban, azon túl, amit te mondtál, mindegyikre igaz. Például mondjuk egy beszerzési tárgyalás, egy 10 éve mondjuk egy partnered valaki, és ott áremelés van, vagy te szeretnél árcsökkentést elérni, amit folyamatosan dolgozni kell ezen, és például ott sokszor olyan bénán tárgyalnak az ügyvezetők, a cégtulajdonosok, pedig akár 5%-nak, akár 10 milliós kihatása lehet egy év alatt a nyereségre, hiszen amennyivel olcsóban veszem a terméket, vagy a beszállítónak keveset fizetek, az tiszta nyereség, annak a 100% nyereségbe megy. Szóval hihetetlenül érdekes, hogy apróságon, hogy föl tudnak akadni, de a nagy tétű dolgoknál. És sokszor azt hallom, azt kérdezik, hogy hát én nem tudok jól beszélni, mit mondjak? És akkor azt mondom, nem mondani kell, fölkészülni kell, és stratégia kell, nem a beszélőke a lényeg, hogy valaki ügyesen forgatja a nyelvét, hanem a stratégiát. Jó, ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, és ez megint rávilágít arra, hogy azért a vállalkozónak, a cégtulajdonosnak nem lehet kivonulni ebből, sőt, a tárgyalás technika az egyik legnagyobb hatékonyságú pénzszerzési eszköze. Viszont van még egy kérdés, ami ide a képzéshez és az új értékesítő bevezetéséhez tartozik, hogy meddig? Tehát fölveszünk mondjuk 3 embert, és abból vagy 2-t egyszerre mondjuk, ne túl sokat, hogy tudjunk rá figyelni, és az egyik az betanul és hoz egy átlagos teljesítményt, a másik pedig egyszerűen nem működik. Tehát nincs eredménye. A munkát akár meg is csinálja, mert lelkes, vagy valami, vagy legalábbis kötelességtudó, de nincs eredménye. Hol van az a pont, vagy mit gondolsz, hol kéne azt mondani, hogy oké, figyelj, ez nem neked való, meg te se nekünk, úgyhogy el kell, hogy válja a kutyák. Tehát való meg kell látnom azt a pontot, amikor már nem elég a pozitívan hozzáni. Igen. A 2 szintje van. Pontosabban van egy szint, és van egy irány, ugye, és akkor ez a mérce, amit meg kell jegyezni. Egyrészt meg kell nézni azt, hogy az értékesítő teljesítménye az növekszik-e, és hogy milyen meredek mentén. Hogyha lassabban is kezd egy ilyen úgynevezett lassabban érő típus, de azt látjuk, hogy hétről hétre, hónapról hónapra fejlődik, és nem csak dumában, hogy főnök látja, egyre jobban megy meg, nem csak munkában, mert fontos a munka, de az értékesítésben az eredmény lesz a legfontosabb, akkor ezek alapján, hogyha jönnek az eredmények, folyamatosan növekszik, akkor ezek alapján az értékesítőben lehet a cégvezetőnek bizodalma, és hogyha meredek a fejlődés, akkor szinte mindegy, hogy milyen nulláról vagy mínuszból indul valaki, milyen hónap alatt el tudja azt érni, hogy kitermelje a pénzét, és
másik néhány hónap alatt pedig akár komoly profitot, extra profitot kell termelni. A legtöbb értékesítési pozíció az nem sprint. Ha nem is maraton, de mindenképpen azt mondom, hogy egy ilyen félmaraton, negyedmaraton kategória, tehát hogy ha az 5-10 kilométereket nézzük, akkor azok a teljesítmények, amik a hobbistákat, vagy akár a nem túl jól mozgó, vagy nem gyakran mozgó embereket megkülönböztetik, és az, hogy valaki 1200 métert le tud futni, nem szokta annyira spanolni, és nem szokott vele dicsekedni, de az 5 kilométernél már ezt el szokták ismerni. Uh-huh. Végvezető esetében az értékesítőnél ez úgy néz ki, hogyha arról van szó, hogy ő 3 hónapon belül a próbaidő alatt eléri, meghaladja, vagy legalábbis megközelíti azt a plusz nullát, ami az ő költségét, a teljes bruttó, szuperbruttó költségét jelenti, akkor már marketing, mint ügyfélszerző eszközre azt mondhatjuk, hogy kezd rentábilis lenni, és hogyha ez a növekedési irány ez tovább tartható, és akár az intenzitása növelhető, akkor pedig nem kérdés, hogy megtarthatjuk az értékesítést. Uh-huh. Hogyha ez a meredek, ez nagyon lassú, tehát nulláról vagy mínuszból indult, de halad szépen előre, ugyanakkor még csak mindig cammog, és azt látjuk, hogy így egy év múlva sem lesz ebből profit, akkor természetesen megpróbálva mindent az ügy érdekében, az értékesítőt buzdítva, képezve, megkövetelve tőle az eredményeket, ha nem jönnek az eredmények, vagy annak közelében sem, tehát az optimális eredmények közelébe se tud jutni az értékesítő, akkor akár a próbaidő alatt, akár azt követően, ameddig türelmünk volt, addig tartani kell, de utána el kell engedni. Hogyha arról van szó, hogy valaki az első pillanattól kezdve messze felülmúlja az eredményeket, akkor pedig érdemes annak megfelelő pozícióba helyezni, tehát olyan értelemben úgy vezetőértékesítőként, vagy egyéb ranggal, címmel elismerve, megkülönböztetni a többiektől, mert mégiscsak versenysportról beszélünk, mégiscsak az eredmények számítanak, és nagyon lényeges az, hogy ez nem egy szociális intézmény, nem arról van szó, hogy pátyolgass a kezdőket, a lassan haladókat, a bénácskákat, hanem ha megtesznek minden maguktól telhetőt, nagyon jó hozzáállásuk, megvan az üzleti etikájuk, és még jól is néznek ki, de nem hozzák az eredményeket, akkor el kell őket engedni. Mert, vagy akkor át kell pozícionálni őket máshova, például meglévő ügyfeleknek a megtartására, ápolgatására, de hogyha az akvizíció, az új ügyfélszerzés a feladat, és ebben valaki nem teljesít, és nem is közelíti meg azt a minimális elvárást, amivel rendelkezni kell, akkor gyakorlatilag el kell engedni. Oké, köszönöm szépen, Laci. Nekem ez a mai beszélgetés, ez volt a legértékesebb gondolat és szemléletforma gondolat tényleg, hogy ne azt nézd, hogy mennyi idő telt el, hanem hogy mennyi, vagy hogy mennyit foglalkoztál vele, vagy mennyit hoz, hanem hogy van egy fejlődési irány, vagy stagnálás van, vagy mennyire meredek. Ez egy nagyon-nagyon hasznos tanács, azt gondolom, hogy pláne, hogyha valaki nem tapasztalt, tehát nem a 8-hoz fölveszi a 9. értékestőt, hanem 1-2-vel elindul, akkor nagyon hamar látni kell a tendenciát. Ez egy nagyon érdekes és fontos gondolat. Jó. Laci, köszönöm szépen ezt a mai videót. Remélem, hogy mindenki számára ugyanúgy, hogy nekem is sok hasznos dolog volt benne. Úgyhogy köszönöm, Laci. Én köszönöm, és mindenkinek sikeres értékesítést kívánok. Köszönjük, szép napot, sziasztok! Viszlát, szervusztok!